Már a tervbe volt véve, hogy feltöltök egy videót, és ez arról szólt volna, hogy miért nem halott a Team Fortress 2. De természetesen a tegnapi Overwatch PTR update-nek hála, ez most várni fog, és beszéljünk Dive, akarom mondani Doomfistről. Nyilván mindenki látott már róla a gameplayt, és nagyjából tudja, hogy mi mit csinál, de azért megemlíteném a pontos adatokat. Szóval az úgymond elsődlegesünk az úgynevezett Hand Cannon, ami egy lövéssel 6 darab golyócskát lő ki, és mindegyik golyócska 11 damage-et sebez. 0,7 másodperc után automatikusan újra töltődik egy tár a 4-ből. Aztán van neki egy balshiftje, ami felrepíti az enemit a levegőbe, és mindeközben pont úgy, mint amikor McCree flashbangébe belemész, vagy amikor Reinhardt becsargyol, nem tud az illető semmit se csinálni. Emellett sebez 50-et, de ez szinte lényegtelen amellett, hogy konkrétan ezzel bármelyik hős mobilitását pár másodpercre megszünteted. Az E-képességünk a Seismic Slam, ami kvázi egy mini Earth Shatter, és attól függően, hogy mennyire közel állt hozzád az ellenfél, 40 és 125 között kap valamennyi damage-et. És az egyetlen eddig nem megemlített aktív képesség, a Rocket Punch, ami meg egy mini Reinhardt Charge, ami 49 és 100 között sebez, attól függően, hogy mennyire húztad fel. Ha az ellenfél nekirepül a falnak, akkor attól függően, hogy mennyire messze volt a fal, illetve a felhúzás erejétől sebez még extra 49-től akár 150 damage-et. És ott van a passzív képesség is, ami nekem elsőre nagyon komplexnek tűnt, de annyira mégsem az. In a nutshell, 30 barrier-t kapsz minden egyes alkalommal, amikor valakit egy képességgel találsz el, viszont ez nem 83-mal csökken másodpercenként, hanem csak 3-mal, tehát van is értelme. És ha egy nagyon godlike Grandmaster Doomfist játékos vagy, akkor is meg van kötve a kezed, ugyanis maximum 150 barriered lehet egyszerre. És akkor az Ultimate képesség, ami eléggé furcsán lett megoldva. Ha egy játékos a kör közepén áll, akkor 300 damage-et kap, amikor a végzetük le a nyakába ugrik, különben meg minél távolabb áll a körtől, annál kevesebbet. Ja, és ha ezzel eltalálsz valakit, akkor 75 barriert is kapsz. Most így, hogy ezt kibeszéltük, beszéljünk arról, hogy OP-e. Sokan mondják, hogy az, de szerintem nem. Tény, hogy nem olyan, mint Orisza, hogy 10 perc playtime-ot se kapott senkitől se, amikor kijött, de ne felejtsétek el, hogy a counterje benne van a metában. Annyi embert láttam azon sírni a fórumon, hogy jaj Blizzard, what the fuck is this? Plot diva main vagyok, és nem tudok érvényesülni, mert ez a büdös N-word Doomfist beleteszi a D-t a divába, vagy oh my god, tényleg Blizzard, tényleg ennyire erősíteni kell a dive compot, amikor már így is a tökéletes compnak nevezik ezt, mert ez ellen nem lehet semmit se tenni? Fuck up. Azt én is aláírom, hogy a divecom kurva idegesítő, sőt, eddig egyetlen egyszer rage-eltem igazán a játékon, és az akkor volt, amikor valaki kitalálta, hogy a dagat majom egy tökéletes flanker, és ha én nem lennék erre egy jó ér, és obviously nem vagyok az, akkor ott van Karkiu, egy többszörös top 500 játékos, és ő maga mondta egy streamjében, hogy a healereknek a létjogosultsága nagyon durván lecsökkent azóta, hogy a divecom lett a meta. De nyilvánvalóan azt az elviselhetetlen unalmas barrier watchot, amit mások dev volnak hívtak, azt fel kellett váltani valamivel. És most már kimondottan sűrűn lehet anti-dive kompot is látni ranked meccseken, és nem véletlen lett Sombra meg Mei ilyen hirtelen mindenféle buff nélkül annyira erős. Szóval ja, Doomfist tényleg belepasszol a metába, de ettől függetlenül nem OP. Annak hangzik, mert oh my god, mennyire OP a Rising Uppercut meg a Rocket Punch, de ha visszaemlékszünk Orisszára, ott is mindenki azt mondta, hogy a Halt az egy nagyon OP képesség, mert egy 8 másodpercenként kigyűlő Gravity Ball, de aztán gyakorlatban kiderült, hogy mégsem annyira egyszerű az. És Doomfisttel pont ugyanezt történik. Mindenki nagyban azon gondolkodik, hogy mit lehet vele csinálni, nem pedig azon, hogy ez mennyire életszerű. Mert igen, meg lehet állítani a rezre készülő Mercy-t, de egy Guardian Angel-ező Mercy hitbox-a körülbelül annyira működik, mint a Valve anti-cheat, és szó szerint benne kell lenni, hogy beadja. De én szívesen benne lennék Mercy-ben. Szóval összefoglalva, OP-nak tűnhet, de szerintem egy olyan karakter, mint Genji vagy Ana. Ténylegesen sokkal erősebb a többi karakternél, de ahhoz, hogy az előnyeit élvezzük, nagyon jól kell vele tudni játszani. És zárásképp csak annyit fűznék még hozzá, hogy tényleg kár, hogy nem Terry Crews lett a szinkron hangja. Pedig én már elképzeltem, hogy azt mondja, amikor eltolja az ultiát, hogy pa-pa-pa-pa-pa, szuper erős! Minden esetre mára ennyit akartam. Én Kolmi voltam, remélem tetszett ez a videó, és Doomfist az egyetlen hős, akire értelmetlen a Golden Gun. Na, sziasztok!